Köszöntöm a 60 televízió nézőit, a mai kommentárunk kicsit rendhagyó, egy fiatalembert hozunk Önökhöz közelebb az ismerettség világába, mégpedig Tari Szabolcs gitárművészt, aki egy zenekarnak is az alapítója, és hát a gitárművész útjáról, az életéről is fogunk beszélgetni. Szabolcs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hol kezdjük? Ott, hogy egy fiatal ember, amikor elhatározza valamikor, hogy a zenei pályát válassza és kiválaszt egy hangszert. Aztán elindul egy pályán, egy elég komoly pályán, és gitárművész lesz a végén. Hogyan jutott el ez hozzád? Tehát mikor érezted azt először, hogy a zenei pálya, és mikor választottad azt, hogy a gitár? 5 évesen választottam a gitárt. Akkoriban ment valamelyik közcsatornán a Beatles antológia. Óvodás voltam, és borzasztóan tetszett. Valamiért annyira megragadt bennem az a zene, hogy teljesen letaglózott. Ettől egy picit hamarabb volt még, hogy hallottam az ő zenéjüket. Ezt anyukám mesélte, én erre nem emlékeztem, hogy állítólag ő főzött a konyhában, amikor én ott az asztal alatt legúztam még, és felmerült, hogy beszélgessünk valamiről, nem lehetett velem, mert a legózás lefoglalt. De szólt a rádió a háttérben, és megcsendült, vagy felcsendült egy Beatles nóta, és állítólag azt találtam mondani, hogy még egyszer. És akkor mondta, hogy hát nincsen itthon ilyen felvételünk, a apuka, hogyha hazajön, akkor majd szólunk neki, és akkor beszerez pár dolgot. És akkor jött néhány bakelit, meg kazetták. Te Beatles rajongó lettél. Abszolút, 5 évesen, és rock and roll rajongó is, és miattuk fogtunk gitárt kézbe. Fogtunk, ezt azért mondom, mert nekem apukám volt az első gitártanár. Na, hát akkor 5 éves korodtól már hangszerfelhasználó voltál, szó szerint. Én 5 éves koromban el is döntöttem, hogy nekem az életcélom az, hogy én Paul McCartney szeretnék lenni. Nehezemre esett konstatálni, hogy ez nem fog összejönni, egyébként mai napig ez az életcél, hogy én Paul McCartney szeretnék lenni. És akkor a pályaválasztás akkor egyértelmű gyorsan volt. Gyorsan eldőlt. Mikor végeztél, ugye a Liszt Ferenc Zeneakadémián végeztél? Igen, először a tanárképzőintézetbe jártam, ott 2010-ben végeztem, és Debrecenben csináltam a mesterképzéseket, ott csináltam művésztanár és gitárművész diplomákat, az 2012-ben volt. Akkor most már mondhatjuk, hogy egy évtizede. Lassan egy évtizede. És akkor az oktatás mellett törted el a pálcát? Tehát a hétköznapjait, hogy egy zenésznek hogy telnek a hétköznapjai, mit csinálsz egyébként? Oktatással foglalkozom, zenét tanítok egy magán brit iskolába Budapesten, illetve mellette angol nyelvet tanítok. Ez a kettő pedig úgy jött, ez a kettősség, hogy korábban a 9. kerületben az Ádám Jenő zenéskolában tanítottam gitártanárként, és ott volt közel mellettünk a Nokia-nak az épülete, onnan megkerestek olyan fiatal párok, akik Dubajban laktak akkoriban, és mondták, hogy a nyára szeretnének a gyerkőceknek magántanát, aki tud angolul is rendesen. És akkor ez a kettősség, hogy angolul és zenét oktatni, ez nekem akkor jött először, ennek is lassan már egy 7-8 éve, és ők vetették fel, hogy ilyen jellegű szaktudása szerintük ott az Emirátusokban szükség lehet, menjünk ki és nézzünk szét. És így is tettünk, és egy pár évet Dubajban töltöttem, 2 évet életvitelszerűen, egyet pedig ingázással. Azt, hogy milyen volt, azt azért a hangulatodból látom, hogy ilyen határozott sugárzással beszélsz erről, hogy ez egy szép kinyílt előtted volt a világ, ugye? Abszolút, abszolút. Ez egy nagyon szép időszak volt, nagyon érdekes tapasztalat. Teljesen másfajta mentalitású emberekkel találkoztam. Másképpen kellett közelíteni az oktatáshoz is, mint az itthoni direktíva. Milyen emléket hoztál magaddal, mert hát letelt az időszak és visszajöttél? Kétféle emlékem van. Az egyik rendkívül pozitív és feltöltő. Ugyanis nagyon sok barátságra tettem odakint szert, rengeteg kapcsolatra, és hát ugye a jó idő miatt egyébként is az emberek viszonylag jobban, gyakrabban van jó kedve, akkor inkább így mondom, viszont mellette történt sajnos egy ilyen kisebb családi tragédia, az, hogy a volt feleségem, ő kapott egy agydaganatot, pontosabban akkor kezdett kiújulni nála, és mi végül sajnos elváltunk. Ennek semmilyen más jellegű oka nem volt, mint hogy ő azt mondta, hogy hát halál közeli élménye volt, és szeretne új életet kezdeni tiszta lappal, úgyhogy emiatt költöztünk haza végül. Tehát akkor a magánéleted is megváltozott. Eléggé, sajnos. És a oktatásban ez a Covid helyzet, nyilván te is érintett voltál, online oktatás, zeneoktatás, tehát valahogy
ment tovább az élet ezzel, hogyan küzdöttél meg, vagy hogyan küzdesz talán a mai napig, mert nyilvánvaló, hogy ez sajnos a napjainkban is itt van. Szerencsés vagyok, mert ez az oktatás, amit a dubai magyar fiataloknak csináltunk, ez először online indult el. Tehát már volt tapasztalatom, most több évvel ezelőttre visszamenőleg volt tapasztalatom, és sikerült kidolgozni egy metódust, hogy a zenét hogyan lehet oktatni online. Úgyhogy amikor itt bekövetkezett ez a súlyos pandémia helyzet, akkor már úgy álltam a szituáció előtt, hogy pontosan tudtam, hogy hogyan fogom kezelni majd. Szerencsés voltam, mondom. A mai napig vannak, akik viszont online is maradtak, és nem jöttek vissza személyes órára. Kényelmi szempontból is, és talán egy kicsit így a megfontoltság a személyes kontaktus. És az eredményesség szempontjából mennyire méritek a végeredményt, hogy mit tudott a hallgató vagy a tanuló elsajátítani, azért korán sem a 100%-ot, igaz, egy adott évben? Ez attól függ, hogy milyen idős korosztályról beszélünk. Mm-hmm. Teljesen kezdővel nem is érdemes elkezdeni online foglalkozni. Ez szerintem a közoktatásban tanító magyar irodalom, nyelvtan, írást tanító tanítónők, tanárok tudják igazán megmondani, hogy online megtanítani, írni, olvasni valakit, az elképesztő feladat. Mondhatjuk, hogy esélytelen. A hangszeres tanulástan is így van. Amikor fel kell venni a hangszert, meg be kell állítani bal kezet, jobb kéz, tartás, hátad, hogy ülünk, azokat csak úgy lehet személyesen, meg kell mutatni, hozzá kell érni az ember kezéhez. Azokat nem is szívesen vállaltam online. Olyanokkal viszont már lehetett foglalkozni, akiknek már volt tapasztalata, tudtak kottát olvasni, tudták, hogy hogyan kell előre haladni, ott arra mindig csak építeni kellett pluszban, azokat már könnyebb elmagyarázni. Szabolcs, nem véletlen, hogy itt vagy, hiszen azért a zenész szemszögéből a zenéről, illetőleg hát nyilván majd a 60-ban leendő vagy megtörtént forgatásról is fogunk beszélni, ami a Grassalkovics kastélyban volt. Zenekarok. Ugye egy gitárművész, pedagógus, mellette pedig zenekar is volt az életedben, ha jól tudom, kettő, és most az új zenekarról is fogunk beszélni, de akkor beszéljünk az elődjéről is, hogy jött ez az ötlet, és milyen műfajt választottál a zenei irányzatnak zenekarként? Engedd meg, hogy egy kicsit korábbra visszamenjünk. Menj vissza nyugodtan. A zenei pálya, ahogy mondtam, 5 éves koromban eldőlt, hogy akkor azt választjuk, és édesapámmal tanultunk otthon gitározni. Ezt csak gyorsan elmondom, mert egymásra épülnek ezek a lépcsők. És 7 éves koromban, amikor elkezdtünk iskolába járni már, akkor azt mondták, hogy zongorázni kezdjek el tanulni mellette, és hogyha az jobban megy, akkor iratkozom be zeneiskolai szinten is klasszikus gitárra. Ez végül megtörtént mind a kettő az általános iskola során, majd zeneművészeti szakközépiskolába, Konziba jártam a Weiner Leóba Budapesten, ahol alakult már az első komolyabb zenekarom. Az gyöngyösi lokációval rendelkezett. Sajnos nem volt hosszú életű, ugyanis én Budapesten voltam, még Gyöngyösön voltak, nehezen volt kivitelezhető. Voltak kisebb, nagyobb formációk még utána is, de mind rövid életű. Ez a zenekar, amit említettél, ők viszont már a zeneakadémiai barátaimból alakult. Ennek egy bő 10 éves háttere van ennek a zenekarnak. És az érdekesség az, hogy mindenféle zenei stílust kedveltünk. A klasszikus zene borzasztóan érdekes, és az igazán az, ami megtanítja az embert a mesterségre, viszont emellett keftelésből az ember mást is hallgat. Ugye, ahogy mondtam, a Beatles felől jöttem, úgyhogy igen, a könnyű zene megmaradt nálam, de szerencsére másoknál is. És az előző zenekar az tulajdonképpen erre épült, viszont gitárosként, popzenében nem igazán szerettem volna elhelyezkedni. Ugye az manapság már főleg elektronikus zenéről szól. Viszonylag háttérbe szorul egy-egy gitáros már egy ilyen produkcióban, vagy legalábbis nekem ez volt akkoriban a tapasztalatom. Nem csak emiatt, de főleg emiatt másfajta zenei stílusok után néztem, és körülbelül a 2000-es évek elején, a 90-es évek legvégén érkezett meg hozzám a rock'n'rollból is következően a rock metal szcéna, és gyakorlatilag pár éven belül hatalmas lemezgyűjteményre tettem szert, éjjel-nappal hallgattam őket és próbálgattam játszani a dalaikat. Nagyobb formációkról érdemes lenne csak beszélnem, hogy kik hatottak rám, de tulajdonképpen név nélkül jelenleg csak annyit mondanék, hogy mindig is jelen volt a klasszikus zenei háttér a saját zenémben, és a Metallica, mint főirányadó, szerintem őket érdemes megjegyeznem. És akkor most engedd meg, hogy itt ezt a magazint itt a kezembe vegyem, mert hogy
ez az a magazin, amiben fölleltünk, és az új zenekart is. Tehát van itt, kedves nézőink, egy lemez, illetőleg elég sok oldalon beszélnek a fiatalemberről, de ez a fő oldal, ez a fő iránycsapás, amin konkrétan a zenekar is bemutatást kap. Így van. Te is bemutatást kapsz, és arról is beszélsz, hogy hogyan alakult ez a zenekar, és miért ezt a nevet választottátok. A műfajról már hallottunk, hogy milyen műfaj az, ami irányvonalat szabad te pályafutásodnak, de beszéljünk akkor erről a magazinról is, és arról is, hogy te hogy mutattad be itt ezt a zenekart. Rendben. Először is óriási köszönettel tartozom a Hammer World magazinnak, ugyanis az interjú mellett van egy szép, hosszú lemezkritika is, és a hónap lemezének választották az újságírók ezt az albumot, ahol nagyobb nemzetközi produkciókkal mérettettünk meg, ami szerintem óriási elismerésnek számít Magyarországon. Mondhatom, hogy rock metal sajtót értünk többet nem tehet. Úgyhogy rendkívül hálás vagyok nekik a fantasztikus írásokért és a lehetőségért. A zenekarról azt kell tudnod, hogy ami történt korábban, amit meséltem, ezt a bő 10 éves korábbi zenekart, annak a lezárásával indult, az utolsó leköszönő nótánkkal indult el a fejemben ennek az új zenekarnak a megalapítása. Az utolsó dalunknak az volt a címe, hogy 100 000 fényév, angolul volt 100,000 light years címmel jelent meg, és arról szólt, hogy amikor Dubajban laktam, hiányoztak azért az emberek, akik itthon voltak, és hogy egy olyan hangulatot próbáltam átadni, hogy azok az emberek, akikkel valahol kapcsolatban voltam, úgy élnek bennem, gesztusok, hogy mondatok jutnak eszembe tőlük, vagy ilyen frázisok, ahogy gondolom nekik is tőlem. És hogy így élünk egymásban tovább. Nagyjából erről szólt, hogy 100 000 fényévről is látjuk magunkat a másikban, vagy fordítva. Ez adta meg az első löketet annak, hogy ez a zenekar megalakuljon. Az előzőnek a vége pedig úgy alakult sajnos, az időbeosztás. 30 fölött itt az emberek már mindenfélét csinálnak. És más az életvitel, igaz? Küzdünk az idővel. Az idő menedzselése az egyik legnagyobb és legbonyolultabb probléma szerintem a mai napon. A mai világban inkább így. És a zenekarról, hogyha beszélhetsz? Tehát hányan vagytok most? Milyen? Ez egy nagyon bonyolult történés, ugyanis ez a From the Sky nevű produkció, ez az új zenekar, ez nem zenekarként indult, ez az én szóló projektemként indult el. Uh-huh. Tulajdonképpen miután vége lett itt a párkapcsolatomnak, vége lett az előző zenekaromnak, úgy álltam itt a világban, hogy úristen, most így minden, amiben valaha hittem, az így most így megszűnt, és ez borzalmas érzés volt így a lelkemnek, hogy mit fogok csinálni, mi fog történni. Újra tervezés, igaz? Abszolút, és nagyon furcsán éreztem magam. Szerencsére akkoriban kezdtem producerként dolgozni itthon egy másik zenekarnak, egy Slow Mash nevű zenekarnak, akiknek 2020 végén jelent meg a második lemezük Isolate címmel. Ott játszottam több nótában is, meg segítkeztem az album körül, és velük nagyon jó barátság alakult ki, és a gitárosuk, a zeneszerzőjük, Süle Tamás volt az első, aki már hallott dalokat az én új elképzeléseimből, és neki mutogattam, hogy szerintem, hogyha még egyszer neki fogok látni zenén, akkor ilyesmi muzsikát szeretnék játszani, ami egyébként én szimfonikus metalként szoktam, vagy szimfonikus extrém metalként szoktam jellemezni, nem is jelent ez igazából semmi, csak az, hogy kicsit szimfonikus, kicsit rock metalos. Egyébként dallamos zenéről van szó. Szóval ennek a Slow Mash nevű zenekarnak a gitározeneszerzőjének mutattam először a dolgaimat, és Tamással nagyon jó barátság alakult ki köztünk, hiszen az ő lemezükön is dolgoztunk közben, de akkor már felmerült, hogy akkor csináljuk ezt egy kicsit profibb szinten, és tulajdonképpen én megírtam minden dalt, ő pedig segített nekem a dobokat megírni. Gitáros zeneszerzőként ő dobokat írt. Elképesztő figura egyébként. Előbb beszéltem róla, hogy a november 20-án szombaton történt egy forgatás itt a 60-i kastélyban. A klip forgatása, ami majd valamikor januárban lesz a látható a nagy közönség számára. Beszélsz erről, hogy honnan nagyon jött az szívesen. Ötlet, hogy 60-i kastély, a műfaj nyilván akkor diktálta az iramot, a feltételeket. Mit láthatnak majd a kedves zenerajongók januárban? Egy nagyon bensőséges nótával fognak találkozni. Dinamikailag egy lassan épülő, akusztikusan, szimfonikusan hömpölygő muzsika lesz, ami a végén felrobban és megérkezik minden egyes hangszer és minden egyes zenész, akik jelenleg ebben a zenekarban szerepelnek. És a helyszínválasztás mi indokolta ezt a
helyszín. Ha valaki már látott esetleg bennünket élőben, színpadon, vagy pedig találkozott a Temi Érdek videoklippel, amit az első lemezhez kiadtunk, ott látható, hogy van bennünk egy ilyen kicsit ilyen romantikus, hívjuk mondjuk barokk és romantika keverékének ruházatban, helyszínek választásában. Tehát ott autentikus a helyszín. Így van, abszolút autentikus. Például a Liberami című videónkat azt a Kincsen palotában forgattuk, ami szintén egy ilyen autentikusabb helyszín, és ezt a fajta vonalat szerettük volna továbbvinni. Korábban is szó volt már a 60-i kastélyről, most sikerült végül nyilvbe ütnünk a dolgot, hogy akkor itt tudjuk forgatni a dalunkat. Külön meg kell jegyeznem, hogy ez a dal azért is kerül egy kicsit csúsztatásra és januárra, és azért nem láthatja még most a nagy közönség, mert terveink szerint, ha minden jól alakul, akkor a Dal című műsorban ez visszaköszönhet. Ezzel a dallal jelentkeztünk. Egyelőre még nem zárult le a pályázat kihirdetése, úgyhogy még várunk, hogy mi történt, de ha más nem, akkor ott is lehet velünk találkozni. És akkor beszéljünk arról, mert a kedves nézőktől azért nem fosztjuk meg az élményeket, hogy láthatnak majd a zenekar előadásából valamit, vagy Szabolcs előadásából a műsorunk után rögtön közvetlenül, mivel örvendeztetjük meg a 60 televízió nézőit rövidesen. A legelső videóklippel szeretném. Azt gondolom, hogy az a dal egy Libra című nótáról van szó, de hogy ez a dal az, ami leginkább reprezentálja a lelkiségét ennek a produkciónak. Ez a romantikus oldala a rokkatár történésünknek. Teljesen akusztikus, 100 zongorával, énekkel és egy kis szimfonikus zenekari háttérrel egy romantikus dalt fognak hallani. És hogyha már itt tartunk, akkor a tervekről is beszéljünk, mert hogy azt hallottuk, hogy a dal, meg azt is hallottuk, hogy készül egy új klip, de nyilván hosszú távutók vagyunk, azért mindig újra tervezünk, főleg mostanában. Milyen tervekkel állsz a jövő elé? Jelen pillanatban a második nagylemezünkön dolgozom. 12 dal lesz rajta, már megvannak a címek, felvétel alatt van, stúdió munkálatok folynak már ezzel kapcsolatban. Ha a pandémia helyzet változik, és lehet újra koncertezni, akkor elsősorban arra fogunk koncentrálni. Ha a lehetőségünk limitáltak lesznek, akkor elsősorban visszatérünk a videóklipek forgatására, és próbáljuk a nagy közönséget a videók által magunkhoz kötni. Szabolcs, én nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Egyrészt, hogy megosztottad velünk a titkaidat, az útirányt, hogy hogyan kerültél erre a pályára, és mik a terveid. Visszavárunk. Nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogyha bármi olyan történet van, amiről érdemes beszámolni az előrajongóknak, akkor a 60 TV stúdiója itt vár előtted. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó egészséget neked. Viszont. Köszönöm. Kedves nézőinek pedig a figyelmét köszönöm. Az elmúlt percekben Tari Szabolcs gitárművészt hallhatták a zenei pályafutásáról, a zenekarról, és ahogy mondta, hallgassanak most egy szép, romantikus, kedves dallamot tőle zongorán. Köszönöm figyelmüket, maradjanak a tévék előtt. Viszontlátásra. Pedig vártam, hogy lássam a közös életünk szép mesét, de csak álltam és bántam, hogy feldúltuk ezt a törékeny békét. Úgy bánt, hogy nem vettelek észre, és te eltűntél mellőlem végleg. Csak az ég tudja, merre jársz. Úgy bánt, hogy nem vettelek észre, és te eltűntél mellőlem. Csak az ég tudja, hogy merre jár.